Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár asszony. Úgy tűnik, hogy napnyugta várható, és elsötétülnek azoknak az esélyei, akik háztartási napelemes rendszer kiépítésében gondolkoztak. A kérdést nem illik elbagatelizálni, hiszen több mint 100 000 kérelmezőről és ugyanennyi háztartásról van szó. Egyszer a mi hazánknak nyomásgyakorlásunk révén már sikerült jobb belátásra bírni neked, a nyár végén, az ősz elején, erre teszek egy határozott kísérletet most is. Önök azt ígérték, hogy mindenki, aki 2023. szeptember 7-ig benyújtja a háztartási napelemes rendszer kivitelezés iránti kérelmét, az 2026. január 1-ig rendelkezik határidővel ennek a munkának az elvégzésére. Csak azt hagyták figyelmen kívül, és próbáltam ezt önökhöz már több csatornán keresztül is eljuttatni, hogy az engedélyek érvényesség ideje 3 hónapig, 6 hónapig, legjobb esetben 12 hónapig tart. Ezeknek az engedélyeknek a döntő többsége 2024 végén lejár, tehát jóval az önök által beharangozott és megígért 2021. január 1-i határidő előtt. Arra kérem önöket, a mi hazánk képviselőként tisztelt államtitkár asszony, hogy legyenek kedvesek egy egyszerű rendeletet hozni arról, hogy valamennyi 2023. szeptember 7-ig benyújtott kérelem alapján kibocsátott engedély érvényesség ideje egységesen 2026. január 1-e legyen, hiszen így fogják tudni teljesíteni a saját ígéretüket, és így fogja tudni állni a miniszter úr is a szavát. Ennek hiányában 10 000 számra fognak előállni olyan helyzetek, hogy megvalósítja az ingatlan tulajdonos a napelemes rendszert, és a szolgáltató a csatlakozáskor közli vele, hogy most már bruttó elszámolásba tartozik. Több millió forintot dobnak ki a magyar emberek felesleges, hogy még több millió forintos pluszberuházásba hajszolják bele önök őket. Nagyon nagy tisztelettel kérem, hogy még az utolsó néhány hetében az évnek vigyék végig ezt a rendeletmódosítást, ezt a rendeletalkotást, annak érdekében, hogy több mint 100 000 honfitársunknak tudjunk segíteni abban, hogy az orosz gázról, meg általában a földgázról sikerüljön leválniuk. Ezzel kapcsolatban kérem azt az egyenes választ, hogy hajlandóak erre, vagy sem. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Koncz Zsófia miniszterhelyettes asszonynak. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Először is szeretném megköszönni, hogy egy ilyen fontos témát idehozott. Azt gondolom, hogy a napenergia térnyeréséről beszélni mindenféle szempontból kiemelten fontos, és egy dolgot azért mégis megemlítenék, amit úgy nagyon-nagyon hiányoltam a felszólalásából, az az, hogy az elmúlt időszakban a napenergia kapacitások hihetetlen mértékben bővültek, a napenergia térnyerés és a napelem kapacitások, és ez pedig annak volt köszönhető, hogy egy nagyon támogató és tudatos zöld politikát folytatott a magyar kormány. Ennek eredményeként el tudjuk már azt mondani, hogy Magyarország a világon a 6., Európában pedig a 3. helyen áll a napenergia részarányát tekintve a villamos energia mixben. Kedvező időjárás esetén egyébként vannak olyan időszakok, amikor Pakssal együtt már teljesen széndioxidmentesen tudjuk az országot elektromos energiával ellátni. Sőt, azt a részletet is kifelejtette képviselő úr, hogy a háztartási méretű napelemek esetében mi kitűztünk egy célt 2030-ig, amit már most túlhaladtunk. Jelenleg 245 000 üzemel az országban, ami egy hatalmas eredmény, és a magyar kormány elkötelezett amellett, hogy a jövőben is megérje napelemeket feltelepíteni. Éppen ezért indítunk Napenergia Plus program néven új pályázatot jövő év elején, amely nem csak a napelem telepítését, hanem a zöld energia tárolását is támogatni fogja. Emellett pedig január közepétől igényelhetnek forrást a hazai vállalkozások is a villamosenergia rendszer rugalmasságát fokozó fejlesztéseikhez. A cégek a napokban közített felhívás alapján 62 milliárd forintos keretből tudnak majd erre pályázni. Én azt gondolom, hogy ezek a lépések jól mutatják azt, hogy a magyar kormány rendkívül elkötelezett amellett, hogy a napelem kapacitásokat a jövőben is tudjuk bővíteni. Megköszönöm miniszterhelyettes asszony válaszát, viszont válaszol meg a nyomaszolt képviselőnek, parancsolj. Tisztelt államtitkár asszony, tovább is van, mondom még, mindaz, amit az első két percben elmondtam, azért fontos, mert
minél többen szeretnének abba a körbe tartozni, hogy a csatlakozástól számított 10 évig élvezzék az éves elszámolás előnyeit. A bruttó elszámolás keretében már nem éri meg ilyen rendszert üzemeltetni, vagy csak olyan pluszberuházással, amit nagyon kevés magyar ember tud magának megengedni. Vannak egyéb problémák, és nem tudom, az eljutott-e önökhöz. A szolgáltatók folyamatosan visszadobják a kérelmeket a csatlakozási stopra való hivatkozással. Az összes 2023-ban épült új társasházi lakás esetében arra hivatkozással dobják vissza a szolgáltatók a kérelmeket, hogy az ingatlan fejlesztő cégek eladják természetes személyeknek a lakásokat, tulajdonos vagy változás következik be a kérelmező személyben, így már 2023. szeptember 7-e után beadottnak minősül a kérelem, és ezért torpedózzák meg, és vesztik el új építésű lakások tulajdonosai 10 évig az éves szaldó lehetőségét. Önök nem egy tolvonással, néhány mondat megfogalmazással segíthetnének ezeken az embereken. Valamiért, ki tudja, lehet, hogy a gázipari lobby nyomására mégsem akarják ezt a néhány rendkívül egyszerű mondatot rendeletbe foglalni. Ezzel kapcsolatban várok ismételten egy egyenes választ. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, viszont válasz illeti meg miniszterhelyettes asszony, parancsolj. Igen, ahogy már elhangzott, a kormány a háborús helyzetben is mindent megtesz a magyar családok védelme érdekében, és éppen ezért hoztuk meg azt a döntést, amire ön is utalt, hogy megtartjuk az éves elszámolást a napelemes rendszereket üzemeltető családok számára, és mindenki számára, aki 2023. szeptember 7-ig jelezte ezt az igényét. Azért azt szeretném kifejezni, abban azért képviselő úr támogatására mindenképpen számítok, hogy Brüsszel pontosan nem szeretné, hogy mi ezt az éves szaldós elszámolást fenntartsuk. És éppen ezért kell megváltoztatnunk az egész szabályrendszert, és ezt azért ajánlaném képviselő úrnak a figyelmébe, mert Brüsszellel más ügyekben is gyakorlatilag vitában állunk, ilyen például ilyen kérdés a rezsitámogatásnak az ügye, ami szintén nagyon sok magyar családnak tud segíteni, és ez azért nagyon fontos, mert elindítottuk a nemzeti konzultációt, és képviselő úr pedig azt mondta, hogy ez időhúzó és felesleges, úgyhogy én szeretném kérni, hogy ebben támogasson minket, és közösen tudjunk Brüsszellel ebben az ügyben is fellépni, és mivel energetikai fórumsorozat keretében pedig jelenleg az országot járjuk, természetesen minden észrevételt megbecsatornázunk és figyelembe veszünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Megköszönöm miniszterhelyettes asszony válaszát.